Sokan ott hibázzák el, hogy alapvetően egy Harley Davidson-t akarnak, körülnéznek az árak között, látják, hogy hát az új az azért elég húzós, szóval már egy Softail 10 millió körül van. Általában a klasszikus Harley-k, ugye, hát ezek a nagy dobozos szörnyetegek, ultra, ezek. Ilyet néznek ki maguknak az emberek, aztán szembe jön a valóság, ráadásul azok, mondom, 12, 3, 4, 5 millió. És akkor a végén elkezdődik a szűkít, és árra elkezdünk szűrni, max 4 millió mondjuk, és akkor használt autó, használt motor hirdetésekben mi más tud kijönni Harley Davidsonnal, mint a Sportster. Azért tartom én ezt az ős hibának, mert a Sportster az tök más műfaj, mint ezek a nagy hajó Harley-k és Harley Davidson, tehát abszolút Harley Davidson, sőt, olyasmit tud, amit a nagyobb Harley-k nem, ez gyakorlatilag továbbra is, tehát a 2000-es, 2010-es években is változatlanul hozza a klasszikus 1950-es évekbeli Harley Davidson életérzést, és ez szerintem egy olyan kincs, amit meg kéne becsülnünk. Nem véletlen, hogy ennek a, azt hiszem a 2009-es Ironnak a hirdetése, az eredeti amerikai hirdetése az volt, hogy old school look, new school ride, vagy valami ilyesmi. A new school ride alkalmasint azt jelentette, hogy ezen már a motor, ez az őskövület injektoros volt. És hát azzal már nem kell a szivatót húzogatni, duggatni, meg esetleg valamit mókolni, hogyha az ember hegyre megy. Tehát valóban ez egy gondozásmentes járás, de attól függetlenül ez igazából egy tökéletes 50-es évekbeli stílusú motor. Oh, gyújtás! Mindig ezt csinálja, hogy olyan sokszor nem indítottam, de ahányszor indítottam, annyiszor ezt csinálta. Én azt kell, hogy mondjam, ez az 1002-es fúrás valószínű nem hülyeség. Erős, bár tényleg nem hiányzott nekem az erő a sima 883 sportiból se, de az is tényleg erősebb. Látszólag egy hűsiesebb kor volt a porlasztós, tehát 2006-2007 előtt, amikor ez az Evo Sportster blokk még porlasztós tudott lenni, hiszen hogyha valaki furatolna, én azt hittem, de azt is kérdeztem is Tamástól, hogy akkor most az a tanulság, hogy ne nagyon tuningoljuk, és fogadjuk el úgy, ahogy van a motorunkat, és annak az erejét, hiszen csak a szívás lesz, mert ugye először fölfúrták, aztán jött ez a légszűrő, aztán jött még egy Vincent Hines tuning kipufogó, és hát ez elektronika mókolás nélkül nem nagyon tud jó lenni. Az, hogy ilyen 10 literre ment föl a fogyasztás, szarul ment a motor, minden baja volt, de aztán azt mondja, igazából a programozással összeállt, visszarakta ezt a gyári kipufogót, ilyen hangja volt egy Harley Davidsonnak a 2000-es években gyárilag. Kell ennél több hang? Nem kell. Akinek kell, azt szerintem, annak elment az esze is. Ugye milyen finoman tudok fogalmazni, ha akarok. A Sportstert nem a GSX-er 750-hez kell hasonlítani, a Sportstert az 50-es évek sportmotorjaikhoz kell hasonlítani. Ezek a jó kis brit, nem is tudom, milyen sorkettesek voltak akkor. Szóval ez abban a ligában játszott. És egyébként az a vicc, hogyha valaki akar 50-es évek stílusú brit
retro sportmotor, hát a Triumphnak azért elég sok van abból is. Hát csak az nem úgy röpög. Az máshogy röpög. Hát azért kemény az ülés, kemény a futómű, a sportosság az ebben is tetten érhető, és az, hogy ennyire lehet kanyarodni, azt nem fogom most megmondani, mert hideg van, és egy idegen motorral nem megyek fel dobogókőre magánykodni, de azt mondom, visszatérve az átépítésre, hogy azért a Sportster az egy kis, könnyed, ugye 250 egy néhány kilós motor, és hosszabb túrára valahogy mindig kényelmesebb, egy nagyobb, egy nehezebb. És ennél el kell fogadni, hogy ez hát elfogadni, hát az pont előny, hogy városban még ez nem széles a kormány se, tehát lehet vele közlekedni, nem termel annyi hőt, tehát ez a 72, vagy hát most nem tudom, így 1002-es a hány newtonméter, lehet, hogy már akár 90-valahány newtonméter nem termel annyi hőt, hogy lerohagy róla nyáron, tehát tökéletesen lehet vele városban is, el lehet menni vele a Mátrába, el lehet vele menni, hát a lakóhely szerint illetékes, szerpentin, meg lehet vele tekinteni, a basszus erős. Erős ez gett, kezdek megtérni, ajánlom igazából ezt a kuratolást, hát mozaikban nem hiszem, hogy kiszúrják, hiszen az elektronikán nem látszik, 80-ról, szépen elindul. Tartó, már akkor megjelent az indításgátló, szóval aki a 2010-es évekből származó törött vagy lopott Harley-t vett, az meglepődve szembesült vele, hogy az Istennek nem tudja beindítani, tehát ezek már abban az értelemben modern motorok voltak, de ami jót meg lehetett őrizni az 50-es évekből, az bizony mind megőrizték. Én ezt már láttam tesztmotor korábban, de szerintem nem írtam róla tesztet, vagy nem videóztam róla tesztet, de az ember körbejárta tényleg a Harley Davidson szalomban, és azt mondta, hogy úristen, ez tényleg egy bajós dög, tehát ott a nagy csicsás, mindenféle vad, festésű, ilyen pelyhek, olyan metál, olyan gyöngyház között, egy kicsit azért elszürkült, szerintem a legnagyobb találmány rajta ez volt, tehát ez az MZ-s gumiharmonika teleszkópszár védő, egyébként 39 mm-esek a teleszkópszárak, de hát ez egy 265 kiló körüli motor, és ennyi, hogy semmi. Ja, ez is a retro look, ugye, hogy mintha nem lenne rajta első fék, hát mint a klasszikusokon. Az Iron alapvetően a 883 köpcentis blokkal készült. Ezt ugye már fölfúrták 1002-esre, de hát majd a tanulságokról később. Hát egyik kedvenc Harley Davidson blokkom, pont a Sportsteré, amiatt, hogy a nyomórudak párhuzamosan mennek, hiszen nem kell őket összefuttatni egy közös vezérmű tengelynél, hiszen 1-2-3-4 külön vezérmű tengelyen forog, 4 külön vezérmű bütyök, és hát azért is örültem, hogy a városba mellém parkolt egy Harley-s, aki rögtön mondta, hogy na ezt próbáljam ki, mert ebben az az érdekes, hogy nem egyszerűen a 883-as blokk, hanem már föl van fúrva 1002-esre, volt is vele egy kis szívás. Már úgy értem, hogy nem itt volt a kis szívás, ez a légszűrő, ugye ezen egy ilyen lóversenypálya alakú nagy tányér van, amit én alapvetően ellenzek, mert
pont kitakarja, betakar a nyomórudakba, és ezt annyiból támogatom, hogy nekem mondjuk ezek valamiért nem tetszenek, és hát nyilván az volna a motorsportos eredet, hogy ezen az óriási széles felületen tudja szívni a levegőt, de hát mennyi levegő kell egy alig 900 köbcentis blokknak, vagy akár egy 1002-esnek is szerintem. Egy bármilyen csövön megkapná ezt a levegőt, de ehhez valójában nem értek. Ugye a Sportster az 1950-es évek terméke, és hát a sportosságát az is jelezte, hogy hát nem csak a korszínvonalán, de hát ma is, hogy száraz karteres, tehát itt van egy külön olajtartály. Csak ötös váltó, öt fokozatú, már nem számoltam a fokozatokat, de na, tök rezgésmentes, ki van simulva, igen, elfogytak a fokozatok, és ez a tökéletes kipufogó hang jelezném, ennyi kell, nem több, de nem kevesebb, hogyha 90-nél ráhúzod a gáz, akkor halljad. És hát ezt a kibocsátási normák a 2010-es években még tudták, aztán valamelyik okos ember valamelyik parlamenti bizottságban kitalálta, hogy hát ez olyan sokat bocsát ki, ez az alapvetően ritka motor, amivel keveset is közlekednek az emberek, hogy ezeket a követelményeket ezzel a stílussal, ezzel a alulvezérelt léghűtéses blokkal nem lehet teljesíteni. És ezért aztán a Harley Davidson nem tehetett más, kinyírta ezt a fajta Sportster, hiszen amit most Sportsternek hívnak, az eredetileg Bronx vagy milyen néven ment volna, és tényleg, ha valaki akar venni egy ilyen retro, hatású, küllemű, de sportos motort, újonnan, annak maradt a Triumph, aki meg 5 millió alatt akar venni egy Harley Davidson, annak továbbra is ez maradt, azzal a kikötéssel, hogy hát ha már faragná, én nem beszélem le semmiképpen a motortuningról, bár szerintem mondom, ez a 883-as is tökéletesen megfelel az én kényes igényeimnek. De azért nagy Harley-t ne akarjon belőle csinálni. Arról ott vannak a Dynák, meg a Softailek. Ismerek embert, esküszöm. Jó, személyesen nem, csak rám írt, hogy ilyen kipufogót ajánlok a Sportsterére, hogy erősebb legyen, mondom, miért is kell, hogy erősebb legyen a Sportstered? Hát mert autópályán letolják, mondom, miért mész az autópályán egy Sportsterrel? Én a Milwaukee-es Softailemmel nem megyek autópályára, mert minek mer egy fasság? Hát mert nagy utat kell megtennie egy nap alatt, mert hát drága a szállás Ausztriába, azok a 25 ezer. Blablabla, bla, és akkor mondtam, hogy haver, ha rám hallgatsz, elfelejted, nem vesz ki pufogót tuninggal. Mindegy, ezek őrültek. Főleg nagy túrára. Akkor egy másik motort kell venni. Vannak nagyszerű V2-es, meg mindenféle egyéb motorok, amivel jókat túrázunk. Ezeket a Sportstereket szerintem azért ilyen világkörüli utakkal nem lenne szabad kínozni. Ez nem arra való, viszont tud nagyon sok olyan dolgot, amit meg a nagy tehén Harley nem tudnak. Erre csak úgy könnyedén fölpattansz, elugrasz a városban ide-oda, ezt azért egy ultrával. Ismerek olyat, aki csinálja, de na, nem arra való, az nem olyan jó. 66, 166, a
kilométer állás, ó, már elrontottam a 67. Merev a váz, bár szerintem, amíg tuning, én egy, talán egy kicsit 2 mm-en vastag a belső. Nem bókolnám, basszus, ha egy más motort akarsz, vegyél egy más motort. Ez ilyen. Elkezdik faragni, faragni, és sose lesz vége. És a motor egyre szarabb lesz. Milyen király már ez a szóló kilométer óra, ez a kis vékony tank. Ezen körülbelül tényleg ez a, ez az értelmes tuning, hogyha előre hozzuk a lábtartót, mert annak a lábtartónak ott van a helye. Lehetne így nagyon előre is, de igazából ez egy normális. Egy Lego emberkét fölültetnénk egy Sportsterre, az így ülne. Így ülne kényelmesen. Díjhajtás jobb oldalon van, mintha a nagyobbakon bal oldalt lenne. De hát annak nincs nagy jelentősége, hátul 16-os kerék, elől rendes olyan chopperes. Azt mondja, hogy 18-as talán. 19-es. Tehát ez már önmagában egy ilyen chopper építő alap. És hát az is jó ebben a blogban, hogy ezen valójában nem látszik, hogy kicsi, nem látszik, hogy 883, meg az se, hogy ez 1002. Szóval valójában e köré tudsz építeni egy kurva jó nagy ilyen Captain America stílusú motort, hiszen már megvan a 19-es kerék, hát megvan a blokk, amiről csak a rendes Harley buzik állapítják meg, hogy hát ez valójában csak egy. Csak egy Sportster, hát kit érdekelt most ilyen 50 ló körül, nem mindegy. Tamás azt mondta, kicsit kemény a kuplunk. Meg se vártam a magyarázatot, tök mindegy, vérkemény. Tényleg kemény. Nehéz húzni. És ez a csodálatos. Igen, emiatt a húttyogás miatt vesz az ember Harley-t. Mert a helyzet az, hogy ezt más nem tudja. Nem tudnám megmagyarázni, miért. De a Harley-nak a reklám mértéke az főleg az ilyen filmes szereplések, meg ez az egész ó, nagyon kemények vagyunk, ó, fakad, de valójában a sok Harley rajongó van azért sok ilyen, aki életében nem motorozott, szereti a Harley-t, és nem is tudja, hogy valahogy ennek mennyire szerethető a vibrációja. Amit csak akkor érzel, ha rajta ülsz, azért fordulatszámmérő, valahova én még oda berhelnék. Kicsit érdekes módon szeles, szerintem. Nem azt mondom, hogy... Á, nem, nem szeles, hülyeség. És ezen annyira retro a váltó, hogy itt nem csak az egyes meg a kettes csattog, hanem az összes fokozat végig. Na, és akkor alapjárat, ugye, ezzel a az injektorossal már nem csinálod meg, de a porlasztóson annyira le tudod tekerni az alapjáratot, hogy ez a trüt, 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 de ezen is ez az össze-vissza. Na, ugye? Ezért szeretjük. Thank you.
hangja van, hogy lehetsz egy legális? Egy legális kipufogójú motorral megyek. Nem a hangerő, ugye, hogy az élvezet nem a hangerő múlik, ez a karakter. A karaktere. Hívjuk 900-asnak, nem hívhatjuk a 883-as 900-asnak, hiszen az ott a neve, az nem egy adat. Jól adagolható a hátsó fék. Az is szép, hogy ennyire átlátható az egész, tehát ellátunk a blokk mellett, itt is a kipufogó mellett, itt is van egy csomó hely, tehát itt még ha szerintem valamit pucolunk, mókolunk, hiszen ez ugye bölcsővázas, itt még van tere a művészetnek, itt végig el lehet látni mögött, tehát a csopperépítés lényege, hogy egy kicsit ezt a felső részt feljebb húzzák, esetleg följebb emelik a tankot, és akkor így át is lehet nyúlkálni. Na szép, tehát a szellős dolgok mindig szépek, ugye erre még lehet rakni egy ilyen hónajszárító, majomringató kormányt, de szerintem hülyeség. Ez úgy néz ki jól, ahogy van. Azt hiszem, hogy gyárilag ilyen volt a sárhányó, tehát az se volt levágva. Azt tudni kell, hogy akitől kaptam, ő a motor nem mosás híve, tehát azt mondta, hogy sosem mossa, és ez egyébként kicsit olyan, mint a hajmosás. Tehát, hogy valaki nem mossa a haját, elsőre szörnyen hangzik, de aztán telnek múlnak a hónapok, és aztán valahogy beáll, és a motorok is. Én is vagyok, hogy néha nem mosok motort hónapokig. Na, és még ez is jó csopperépítő alap, ez a kicsi, kerek, klasszikus lámpa. Szóval jó ez az old school. Nem tudom, hogy ez ugye 2009, vagy ugye Tamás is használta, vette, hogy akkor azért ilyen kemény ez, vagy hogy ez mindig ilyen kemény volt azért. Fokkal puhábbat el tudnék képzelni, 300 mm-es tárcsa, egész jó fog. Igazából fake tuningot nem kívánok, bár a hiteles fékteszt az azért mindig tempóról kéne, hogy történjen, tehát 90-ről bátran meghúzni, ABS nélkül pedig, na. Nem tudod lerajzolni a ritmus képletet. Csődbe jött a Kodály módszer. Ez biztos van egy 850-900 között. Ennek is tudna szép alapjárata lenni, és akkor nem is tudom, ami ugye nagyon letekerik az alapjáratot, ez a szétkúrja a blokkot, mert akkor az olajozásnak az nem igazán jó, de hát érted, úgyis keveset mész vele, és a szerencséd van, nem kell két évente generálozni. Még csak egy kicsit élvezed az alacsony alapjáratot.
Hát igen, a old school ride, hogy nem veszi vissza az indexet, de hát annak idején hogyan mentek, lóbálták az acatéle lápát balra. Nem, hát nyilván kézzel jeleztünk. És azt mindig vissza is vettük. Kanyarodás után. Azért is jó motorépítési alap, mert 12,5 literes a tank, ez a, nem tudom, teardrop vagy peanut, 3,3 gallon, hogy ezen a motoron így gyárilag nem is néz ki kicsinek, ez illik a motorhoz, akkor kontextusában fog majd úgy keveredni ez a tank, hogy milyen vicces és kicsi, és dögösen kicsi, amikor elkezdi kijebb dönteni, most azt hiszem 33 fok a villat, de még kijebb, és egy hosszabbat, és nagyobb lesz a kormány, és valahogy megnő az egész motor, és ha ahhoz képest lesz kicsi ez a tank, az lesz az igazi. És jó volt a név, hogy Iron, mert hát ugye most nem osztom magammal mágnest, de szokás szerint ugye legritkább fém a Harley Davidsonokon a műanyag, tehát ez is minden vas, mondjuk nem is nagyon van rajta más, mint az alapok, lehet rárakni egy ilyen jó kis nyeregtáskát, és kész a kevésbé szép oldalra, viszont kevés motoron általában nem is kerülöm meg a motorokat így a teszt videó készítésekor, de azért ezt érdemes, tehát ennek annyira szép a blokja a túloldalról, ez a spori blokk, a többi Harley és a rossz, de szerintem ennek a legszebb, tehát így, ahogy átsüt a nap a túloldalról, meg hát ez a 45 fokos hengerszögű V2-es, itt látszik, hogy miért hülyeség a 45 fokos hengerszög, mert gyakorlatilag a hűtőbordák itt már egymásba érnek, sokkal nagyobb hűtőbordákat lehetne csinálni, még szerencse, hogy az injektor azért jól elfér. Ebben a felülszelepelt, alulvezérelt 1957-es konstrukciós alapjait azóta is híven őrző blokkban. A lábtartó előre került, tehát kellett egy váltórudazat, de hát ekkora átalakítás igazából, az átalakítás se nagy, meg hát ez már egy nagyon régóta bejáratott dolog, és te is okvetlenül támogasd a helyi pokolangyalai alapszervezetet, mert az fontos, hogy legyen egy lokális pokolangyala klub. Stagger Dual Shorty, ez a gyári kipufogó. Jól is néz ki, ez a motor így van kitalálva, és igazából szerintem a hangja is tökéletes. És Harley-nál még az se evidencia, úgyhogy el kell mondani, hogy hát ott valamilyen szinten látható, hogy gumibakokon van a motor, tehát jó, kicsit ráz, meg egy kicsit rázkódik, de azért a rázkódás nagy részét felveszi ez a gumírozott felfüggesztés, tehát ha ezt fémafémmel raknák bele, akkor azt hiszem, hogy kevesen élnék túl, de így szerintem pont jó. Kezdőmotornak a Sportster amúgy tökéletes, főleg ez az Iron. Érdekes, hogy ennek megadták a terhelt és a terheletlen ülés magasságát is. 700 alatt van mind a kettő, tehát a terheletlen 683, így meg elvileg 583, de szerintem azért nagyon nem mindegy, hogy hány kiló vagy, de ugye, hogyha ráül az ember, akkor nem olyan kicsi. Tehát egy teljes értékű motor. És ha nagyon akarsz, ebből is építethetsz egy ilyen kredences beggert, de hát akkor ne szólj nekem, hogy csináljak róla egy videót, mert azért mindennek van határa.